Akkor kezdjük azzal, hogy légtérismeret, ez nem a mai témakör. Három részben szeretnénk nektek ezt, lesznek benne ismétlések a kukri szóval is, mert ezt képest alapfogalmakról fog beszélni azért, hogy ennyiben beszéljük, amikor a légterekről meg a repülésről beszélünk légtérhasználat szempontjából. Utána magát a térképet nézzük át, hogy a magyar légterek a struktúrája az hogyan néz ki, akár így fölülről megnézve a levegőből, akár a horizontról nézve, hogy az a földhöz képest fölfelé hogyan osztódik fel. És végül a Pityere azt kérte tőlem, hogy rendhagyó módon beszéljünk olyan dolgokról, hogy itt van egy starthely, erre szeretnénk távol repülni, az légtér szempontjából milyen problémákat vet föl a számunkra a repülés tervezés során, és akkor azt hogyan tudjuk megoldani, vagy esetleg nem tudjuk megoldani. Alapfogalmakkal kezdjük tehát, az alapfogalmak közül három dolgot mindenképpen tisztázunk le. Az egyik dolog az, hogy mi, a mi repülőeszközfajták, a repülőeszközünk, az egy olyan repülőeszközfajta, amelyik nem kötelezett rádió használatára, sőt, nem is nagyon tudunk rádióval repülni, mert ahhoz, hogy valaki rádió használattal repüljön, ahhoz neki repülőrádiót kell használni a szabály szerint. A repülőrádióhoz a személynek hatósági fónia vizsgával kell rendelkezni, a reprádiózásnak egy majdnem angol nyelvű rendszerével kell megismerkedni és vizsgázni kell belőle, és magát a rádiót is vizsgáztatni kell a hírközlési felügyeletnél. Tehát most gyakorlatilag amin megbuknánk az az, hogy nincs olyan siklóernyős képzési tematika, nincs olyan sárkányos képzési tematika, de még motoros sárkányos képzési tematika sincs, aminél, ami mellett le tudnánk tenni mi egy ilyen fónia vizsgát, mert az az első szint, amit le lehet tenni fónia vizsgát, az a PPL tanfolyam, ez a Private Pilot License, ez a kisgépes a polgári repülésben a szakszolgálati engedélyt szerző pilóták számára engedélyezett vagy megszerezhető. Tehát rádió használat nálunk nincs, hiába használunk ilyen kis bóc rádiókat, ezeket az úgynevezett, vagy akár az amatőr rádiókat, ugye, amit használhatnánk. A rádiót, tehát levegőből adni rádióval, kizárólag csak repülő rádió és a meghatározott repülő frekvenciára lehet, és ezek a repülő rádiók, ezek a kiosztások szerint olyan rádiók, amik gyakorlatilag már a mi környezetünkben nem alkalmazottak. Ennyit a rádióról. A másik, hogy a mi repülőeszközfajtánk az gyakorlatilag nappal repülhet, napkeltétől napnyugtáig. Ezt úgy hívjuk ezt a repülési formátumot, hogy a látórepülés szabályai, ennek a rövidítése a Visual Flying Rules szavakból a VFR repülés, tehát ha arról beszélek, hogy VFR repülés, akkor ez azt jelenti, hogy meg van határozva az adott földrajzi pontra értelmezhetően az adott évszak naptári napjában, hogy ezen a napon mikor van a napkelte, onnantól lehet felszállni, és mikor a napnyugta, addig lehet repülni. Ennek nincs köze ahhoz, hogy látok vagy nem látok. Tehát amikor mondja valaki, hogy telehold van és milyen nappali világosság van, mert tényleg még a hó is vakít, ettől még az a VFR repülésnek nem számít. Van az úgynevezett éjszakai VFR repülés, amit meg lehetne szerezni az ESZ kötődő engedélyt. Éjszakai VFR repülést azonban úgy lehet végezni, hogy mind a leszálló pályának megvannak az éjszakai VFR repülésnek a világítási követelményei, mind a repülőeszközönnek megvannak a világítási követelményei, oldalfények, elő-hátul fény, én látok valami reflektorral, hát ez sikerrel nem nagyon tudjuk teljesíteni. Motoros sárkányosok szimulálják ezt a szituációt, hogy olyan, mint a karácsonyi fa, de valójában igazából az éjszakai VFR is egy jogi kategória, az repülett éjszakai VFR-nek képzettsége van. Tudjátok, hogy mi az az IFR repülés, fontos tudni, mert később a légterek használatán szó lesz róla, ez az Instrumental Flying Rules szavakból tevődik össze a műszeres repülési szabályokból, és a műszeres repülés az arról szól, hogy a repülőgép fel van szerelve olyan műszerekkel, hogy ezt régen úgy hívták, hogy vakrepülésre alkalmas, tehát hogyha lefüggődik a pilóta a műszerek alapján, ha őnek is megvan a kiképzettsége erre, akkor képes a repülőgépet vezetni, és képes tartani az irányát, esetleg még lehet leszállni, felszállni is, bár az IFR repüléseknél a lemeg a felszállás az nem igazán gyakorlat. Inkább az IFR repülést azért találták ki a repülők számára, mert abban a magasságban, ahol ők közlekednek, gyakran nem tudják kikerülni a felhőt, és akkor a felhőbe repülésnél tartani kell irányt, a magasságot is. Az IFR repülés alapvetően erről szól. Meg arról szól, hogy egyszer valaha valaki majd véletlenül mégiscsak bekerülne
egy olyan környezetbe, hogy későn hagyta ott az emelést, beszívja a felhő, és a felhő közepébe, vagy a felhő olyan környezetbe kerül, hogy nem lát semmit, akkor az pontosan fogja tudni, hogy tökéletesen el tudjuk veszíteni a tájékozódó képességünket. Egyszerűen nem tudjuk, hogy merre van a jobbra, meg a balra, meg a föl, meg a le. Repülőgépes pilóta, de sárkányos pilóta is elmesélte nekem azt, hogy a repülése közben nem tudta, hogy éppen hanyat repül-e, vagy hogyan, és amikor kijött a felhőből, akkor gyakorlatilag ilyen spirálisan valamilyen mozgásban volt a szerkezet, miközben azt hitt, hogy egyenesen repül. Én motoros sárkányjal csináltam ilyet, hogy mikor még régen utaspilóta korszakomban megkértek rá, hogy abba a felhőbe repüljünk be, és abban a környezetben látható volt három gombozalkú felhő, hogy ott nem repült senki, akkor oda fölrepültünk, és akkor gyakorlatilag berepültünk a felhőből, kirepültünk, és nagyon jó volt a tapasztalat szempontjából, amikor repülsz egy nagyon nagy súlyú, hiszen egy motoros sárkány az 400 kg fölötti össztömegű, és inga stabilitása, nagy tömeg az ott van alul, repülsz egy ilyen szerkezettel, de kijöttünk a felhőből, és gyakorlatilag így állt a Balaton. És így nem képzeltem, mi történt a Földdel, elfordult a Föld közben alattam. Én egyenesen és vízszintesen éreztem saját magamat. Tehát nem tud az ember műszeres tapasztalat és műszeres repülési gyakorlatilag, nem tud az ember látás nélkül repülni, bármennyire is azt mondja, hogy tudja, hogy merre megy, de ő tudja, hogy mit csinál, nem igaz. Elfordul úgy, hogy nem érezné. A gyorsulási erők, meg a centrifugális erők az olyan módon változnak, hogy fogalma se lesz arról, hogy éppen milyen helyzetben van. Ezért számunkra, aki ez az IFR-hez tartozik, ugye két vagy három olyan műszer, ami mutatja a mi helyzetünket, minimum a műhorizont, ami mutatja, hogy a vízszinteshez képest hogyan van a szárnyunk, illetve a különböző irány meghatározó berendezései. Ha ezeket nem tudjuk normálisan használni, és nincs ilyen szerkezetünk, akkor gyakorlatilag nem repülhetünk felhőbe, vagyis mi nem repülhetünk úgy, mintha műszeres pilóták lennénk. Marad nekünk ez a kategória, a VFR repülés, és a VFR repülésnek a szabályai azok kétfélék. Egyrészt a jogi szabályozottság azt mondja, hogy a tengerszint felett gyakorlatilag 1200 méter magasságig, ezt úgy hívja a légtérfelosztás, hogy ez az ICAO G-légtér, tudjuk mi az ICAO, mert a múltkori szabályosrendben erről beszéltem, ez a Nemzetközi Polgári Légközlekedési Szervezete, és fölötte pedig 2900 méterig, és ezt úgy hívjuk, ezt a közepes tengerszint feletti magasságot, hogy Above Mean Sea Level, ezt használja a térképünk is, meg a légtér felosztás, tehát a közepes tengerszint feletti magasság méterre 1200 méterig G-légtér, 2900 méter és 1200 méter pedig az FICAO légtér. Ez az a két légtér szeretfajta, ami majd amikor beszélünk a légtér felosztásról, akkor a mi számunkra használható bizonyos korlátozásokkal, mert ezt hívjuk úgy, hogy ezek a nem előzött légterek, amiben nincs irányítási kötelezettség. A G-légtérben repülve a VFR szabály az, hogy akár ezen a ponton vagyok, hogy folyamatos talajlátásom legyen, valamilyen irányba lássam a talajt. Tehát, hogyha 1000 méteren van a felhő, meg itt is van egy felhő, és én itt bemegyek egészen a két felhő közé, és már nem látom a horizontot, olyan magasan vagyok, de lefele még látok, akkor a VFR jogi szabályai még teljesülnek. 1200 és 2900 méter között azonban ezek a szabályok már nem teljesülnek, a földlátás nem elegendő, hanem 300 méterre alulról nem szabad a felhőt megközelíteni, és 1500 méterre pedig oldalt nem szabad a felhőt megközelíteni. Ez a jogi szabályozás, hogy ezt hogyan tudom megállapítani, hogy én a felhőtől 300 méter magasságba közelebb kerültem vagy sem, ez már legyen a ti probléma megoldó készségeteknek az egyik része. Én azt szoktam használni, hogy van egy korrekt meteorológiai információ, a felhő alap 2300 méteren van, akkor én azt tudom, hogy 2000 méterig emelkedhetek, mert 2300 méteren már kezdődik a felhő. Aztán azt is tudni kell meteorológiai ismereteinkből, hogy a felhő alap az folyamatosan emelkedik fölfelé, két óra múlva már lehet, hogy 200-300 méter is magasabban lesz, és akkor már mehetnék fölfelé, ehhez persze az információkat össze kéne gyűjteni. A másik, hogy oldalra milyen távol vagyok a felhőtől, ezt már nehezebb meghatározni, mert a felhőnek nincs a ránézéskor egy igazán kontúros oldala. Oldalról láthatok a felhőnek egy
egy éles kontúr, de hogy a megközelítés szempontjából mikor vagyok tőle 1500 méterre közel vagy távol, ezt nagyon nehéz megítélni, úgyhogy nagyon nehéz az F légtérben szabályosan repülni, és ugye a mi F légtérben van a repülésünk, az úgy valósul meg a VFL szempontjából, hogy mit tudom én, itt van a felhő alap 2800 méter, akkor kitekerünk egy felhőt, és megyünk tovább. Ha mi motor nélküli vitorlázóeszköz vagyunk, akkor ezt megengedi számunkra a jogszabály. Ha motoros eszköz vagyunk, akkor itt, ezen a ponton, 1200 méteren följebb már nem emelkedhetünk, mert a hajtóművel rendelkező eszköz számára transponder és rádió használati kötelezettség van. Azért van ez, mert ebbe az F-típus vikó légtérben szabad repülni IFR-eknek, és az IFR-ek belemehettek a felhőbe. Tehát itt éppen repül egy repülőgép. Az a repülőgép, amikor kijön a felhőből, neki van ez az 1500 méter, mert a motoros repülőeszköznek, vagy repülőszerkezetnek, vagy légijárműnek, a motor nélkülinek elsőbséget kell, hogy adjon, az motoros el kell, hogy kerülje. És neki, amikor kijön a sebességéből adódóan, és az időből, ami eltelik, pont 1500 méter az az idő, amikor ő az észlelés és a cselekvési időt megkapta arra, hogy kikerüljön minket, akik itt pont 1500 méterre vagyunk, az ő kirepülés irányától. Ezért van ez az. Tehát nem nekünk találták ki az 1500 métert, hanem szükség van erre, hogy az IFR repülő, amikor kijött a felhőből, akkor azonnal tudjon nekünk elsőbséget adni. A szabály kicsit sánta, mert az IFR repülőkről a lélektanát ismerve, amikor kijött a felhőből, azt nem fogja észrevenni, mert a felhőből kijövési jelzője neki nincsen, hanem ő csak nézni fogja továbbra is a műszert, és ha kijött a felhőből, onnan fogja tudni, hogy kijött a felhőből, hogy ha egy hal koppanást, akkor ütött el engem, fölnéz, de akint vagyok a felhőből, sem ül tovább. Tehát ebből a szempontból a szabály nem a mi megóvásunkra született, hanem arra, hogy egy ütközés elkerülésre a jogalkotó kipipálja, hogy ezért alkotott valamiféle biztonsági szabály. De mégis logikus, mert a motor nélküli eszköz az fölteker, felhő alapig, illetve hát tudja, hogy 2800 méter van a felhő alap, akkor 2500-ig tekerhet föl, és nagyon valószínűleg, hogy itt lenne még egy felhő. Tehát amikor, ha tanultatok meteorológiát, a duplikátus jelenség megjelenik a felhő képben, akkor általában nem a magasabb felhő alapra tekerünk föl, hanem az alacsonyabbra. Tehát nem fog olyan nagyon bekövetkezni, hogy mi oldalról megtalálunk egy felhőt. Na csak akkor történik meg, ha szabálytalan beletekertem a felhőbe, mentem benne 500-at fölfele, kijöttem az oldalra, és a következő felhőt is oldalról akarom megtalálni. Akkor már régen szabályt sértettem. Tehát nagyon kicsi a valószínűsége, hogy mit kavarjunk, és oldalról ütközünk, vagy találkozunk, és méregesünk, hogy mennyire vagyunk közel a felhőhöz. Mert ha alatta vagyunk, nem mentünk közel hozzá, vagy ha elkövetjük azt, hogy közel mentünk a felhőhöz, akkor is a felhőnek harangja van, és ha már nem látom a horizontot, és elindulok kifelé, akkor még ki tudok jönni mondjuk egy gyorsító fülcsukással a felhő alól valamilyen irányba, és akkor gyakorlatilag teljesül az, hogy megint nem kell nekem oldalról felhőt kerülgetnem vagy méregetnem, de azért a szabály mégis csak egy kicsit suta ebből a szempontból. Vannak a VFR-nek úgynevezett VMC feltételei, ez a Visual Meteorological Conditions. Ez azt jelenti, hogy valamiért 900 méteren húzta meg azt a határt a jogalkotó, hogy 900 méter alatt a látás távolság 1500 méter, 900 méter felett meg 5 km kell, hogy legyen, akkor teljesülnek az IFR, illetve a VFR repülésnek a látásmenti repülés szabályának a meteorológiai követelményei. Megint fel lehet tenni a kérdést, csak nem tudok rá válaszolni, hogy honnan tudjam azt, hogy 1500 méter a látás távolság. Lehetnek ilyen mankók például, hogy szóval 1000 méter az, ahol a piros szín már nem ismerhető felszínként. Tehát ha felismerem a piros szint még, akkor garantáltan a látás távolság belül van az 1500 méteren. Ez már egy jó megközelítés. De hogy az 5 kilométert hogyan ismerem fel látás távolság szempontjából? Hát vannak ötleteim. Repülök, itt van a GPS, megállapítom, hogy itt vagyok, megállapítom a rajta lévő térképből, hogy tőlem 5 kilométerre ott kell, hogy legyen egy falu, aminek van egy sárga tornya, vagy van egy nagy, mit tudom én, akármi, vagy csak van egy falu, vagy egy folyókanyar, és hogy én ellátok a folyókanyar, akkor megvan az 5 kilométer, de ezek is elég nehezen értelmezhető dolgok. Azért, amikor ilyen jellegű szabálysértéssel vitatkoznak, hogy nem teljesültek
ezek a látásmenti repülésnek a meteorológiai körülményei, feltételei, azok olyanok szoktak lenni, amit a múltkor meséltem, hogy felszállt a pilóta a motoros sárkánnyal a repülőtéren, és körülbelül 50 méter volt a látás, tehát gyakorlatilag így felszállás után rögtön is tűnt a ködbe. Tehát a 50 méterre tőle lévő hangár falát nem látta, tehát amikor ennyire nyilvánvalóak. De igen, hát például azt lehet mondjuk a talaj közelében, a 900 méter alatti területen lehet ilyet, hogy a reptér egyik végén vagyok, és a reptér másik végét nem látom, ezek általában egy repülőtér, kivéve hogy a Kalocs az mennyi 2200 méter, ha nem látom a beton végét, a másik végén nem látok el, akkor már nem teljesül a látás távolság, ha ellátok, akkor bőven teljesül. Ezek tehát azok a rövidítések, amiket mi majd a repülési szabályoknál, a légtérhasználat szempontjából fogunk említeni, meg használni. Alapfogalomként még egy pár dolgot szeretnék nektek elmondani, ami a repülési, a légtérhasználati szabályozás szempontjából érdekes lehet. Az egyik alapfogalom, hogy Magyarországnak az LH a jele a térképen. Tehát minden olyan légtér fajta, valahol úgy jelenik, hogy LH ez, LH az, LH az, magyarországi légtér struktúrához tartozó légtér szerkezet. A másik országnak más a jele. Ha valaki egy másik országba megy, akkor ne az LH kezdetű légtereket keresse, hanem az országjel mellett a légtér meghatározó kódokat keresse, amiről majd beszélni fogunk. Magyarországon a repülés koordinálására, a repüléseknek az irányítására egy szervezetet hoztak létre, ez a repülés tájékoztató központ, a Hungarokontrollban működik, de a Flight Information Center szavakból FIC-nek szoktuk hívni, és a FIC-nek az elérhető telefonszámai, a FIC-nél dolgozik a Flying Information Service, a repülés tájékoztató szolgálat. Már mindjárt látjátok azt, hogy a tájékoztató szolgálaton van a hangsúly. Kétféle módon lehet a repülés tájékoztató szolgálatot megközelíteni. Az egyik mód az az, hogy én tájékozódni szeretnék, a másik pedig az, hogy szeretném a repülésemet bejelenteni, és valamiféle szabályok szerint koordináltatni velük a saját repüléseinket. Bizonyos repülési fajták kötelezően koordinálandók, például az utasgépeknek a légtérhasználata kötelezően koordinálandó, például 2900 méter fölött minden repülés kötelezően koordinálandó, illetve 1200 és 2900 méter között ezek az úgynevezett IFR repülések kötelezően koordinálandók. Tehát annak van egy a koordinálónak pedig a szerepkörében ugye az egyik a rádió, ami mindenféleképpen kapcsolatot jelent, a másik pedig, hogy ő valamilyen eszközzel, figyelő eszközzel, egy transponder, másolagos válaszjeladó jelét veszi, tehát engem lát a radarján, de csak a képernyőjén, de csak akkor lát, hogyha azonosított az én eszközömmel az én válaszjeladón. Vannak mostanában újfajta rendszerek, amik szintén tudják azonosítani kiskütyük, ha én magammal viszem az én helyzetemet és az én repülésemet, de jelen pillanatban szabványosnak és teszteltnek és elfogadottnak a transponder fogadja a Hungarokontroll, és ennek megfelelően, ha én most olyan légtérbe akarok repülni, amelyik számomra nem engedélyezett, mert én nem tudok azokra a követelményeknek megfelelni, amik egy olyan légtérben, ahol irányítás zajlik, mert milyen követelménynek kell megfelelni egy repülési irányító központtal való kapcsolattartásra, ugye benyújtok egy repülési tervet, a repülési tervben megadom az adataimat, és időszakoként bejelentkezek, hogy hol vagyok. 15 percenként, 30 percenként, nem tudom, mert én nem szoktam repülési tervet benyújtani. Ennek nagyon nagy haszna van, mert hogyha valaki repülési tervet nyújt be, akkor arról a repülés tájékoztató mindig tudja, hogy hol van, és ha az eltűnik, akkor arra mentőkutató szolgálatot küldenek ki, és megkeresik és megmentik. Volt erre precedens, hogy azért vélte túl a pilóta az égő gépből való kimászást, mert ott úgy összetörte magát, hogy gyakorlatilag ott elpusztult volna, de a repülés tájékoztató információ alapján végigment a mentőkutat, és ott megtalálták a rancsok mellett az illetőt is megtalálták. Úgyhogy ez egy lényeges kérdés, de ha nem nyújtunk be a repülés tájékoztató szolgálatnak repülési tervet, akkor nem vagyunk jogosultak erre. Tehát hiába száll valaki a fára, mint az, aminek megtörtént, és ott lóg az ernyővel, és már nem tudok lejönni az alkony, ha nem megyek meg ezt a vaddisznók, ha itt maradok, akkor meg fogok fagyni.
hiába hívja ki helikoptert, hogy jöjjön helikopter segíteni, akkor ki fog jönni a mentőkutató, csak neki azt majd ki kell fizetnie. Tehát ezen érdemes elgondolkozni, és nagyon komolyan gondolkozunk azon, és angolokatól is nagyon támogatja azt, hogy próbáljuk meg legalább valamilyen módon rádióvizsgát tenni, próbáljunk meg repülési tervet benyújtani, mert repülési tervet nyújtunk be 4 vagy 5 adat megadásával. Kik vagyunk, azonosítjuk magunkat, a repülőeszközünket, a felszállás idejét, a sebességünket, az irányunkat, meg a várható leszállás idejét, akkor ezzel már tudjuk, hogy merre és hol fogunk repülni. Innentől kezdve a repülési terv, ha megvan, akkor ha bármi történik, akkor értelmének és megmentenek, illetve amikor a repülésnek vége van és leszálltam, akkor nekem jeleznem kell, hogy a repülést befejeztem, le kell zárnom a repülési tervet, mert ha nem, akkor mi történik? Kiküldik a mentőkutatót, de akkor az én pénzemért, ha élek. Úgyhogy ez egy kötelezettség, viszont a mondom, a hungarokodról nagyon szeretne mindenki bejelenteni a repülését, mert akkor ők tudnak tájékoztatást adni mindenkinek, aki hozzáfordul, mert a másik eset, hogy nem nyújtok be repülési tervet, egy szürkevezés siklóegyősként, én csak távot akarok repülni, vagy motoros sárkerepülőként át akarok repülni az országot, és tájékozni szeretnék arról, hogy mi van nekem az utamban. Felszállok most, 8 órán keresztül repülök, és leszállok majd valahol, és akkor azt fogom mondani, hogy a repülés tájékoztató, hogy most ebben a pillanatban azon az úton, hogy nincs semmi akadály. De hogy a 2 óra múlva, amikor oda repültem, hogy ott lesz-e akadály, vagy nem, azt ő most nem tudja megmondani. Tehát ő a jelen pillanatban tud nekem tájékoztatást adni, információt, forgalmi információt is, meg meteorológiai információt is tud adni. De hogy aztán 2 óra múlva mi lesz, azt majd 2 óra múlva tudná nekem megmondani, de mivel nincs rádió, nem tudja megmondani. Most persze meg lehet azt már tenni, mert a csülök rendszeresen ezt csinálja, hogy a levegőből telefonál, hogy a levegőből följön telefonon és megmondom meg, hogy most akkor 2 óra múlva leszálljak, vagy még repülhetek tovább. Lehet ilyet tenni, megvan erre a mód, hiszen a Fitznek a telefonszáma, az úgynevezett kelet tájékoztató, az a Duna vonalától keletre eső területekre vonatkozik, az úgynevezett nyugat tájékoztató a nyugati oldalra, és az észak tájékoztató pedig a Ferihegy közel-közlete alatti területre, hát ez nagyjából itt Tatabányától 60-ig a határtól és egészen le Dömsödig tart. Úgy nagyjából ezt képzeljétek el, tehát ez Magyarországnak így az egyötöde nagyjából, úgy körülbelül ez a rész, itt látjátok be is a vonalkázor, ez alatt működik az észak tájékoztató. És én azt mondom neki, hogy én vagyok az XYZ, siklaegyes vagyok és szeretnék repülni, és csak én tájékoztatást kérek tőle, hogy ha erre megyek, akkor nincs valami gond. Milyen tájékoztatást lehet kérni, működik-e az a lőtér, ami oda van rajzolva, mert ha működik, akkor fenék belőnek, akkor nem mehetek arra. Jogilag sem, de egyébként meg veszélyes is. Nincs-e véletlenül valami olyan eseti lőtér arra területre igényelve, ami fölött el fog repülni, például a Hungaroring működik. Volt ilyen, hogy át akarok repülni Gödöllőre, Rétságról, és mondták, hogy jó, csak kerüljen már ki oldalra a Hungaroringet, mert ott mindenki repül. És mindenki. A tévé ott kamerázik, úgyhogy nem menjünk oda. Jó, felhívtam egyszer véletlenül Nagybotoron a kelet tájékoztatót, mert az a telefon számolt meg nekem. Felhívtam a telefonon, hogy arra, hogy tudom, hogy te a kelet tájékoztató vagy, de én Balatonfőkára szeretnék repülni, és tudom, hogy nyugaton van, nem vagy, mondja, az is én vagyok, mondta nekem a szolgálatban lévő ember, de ez úgy néz ki, hogy egy munkaterembe, ez a monitor, a kelet tájékoztató, ez az észak, ez a nyugat, és ott ül mellette egy-egy ember, vagy kettő, vagy csak egy ül mind a háromnál, azt szerint, hogy ők is hogy vannak letermelve. A repülés tájékoztató központ munkatársai, repülés tájékoztató szolgálat, a Flying Information Service nagyon szereti, ha adunk tájékoztatást, el is várja, hogy adjunk tájékoztatást, és nekünk 2 esetben van is tájékoztatási kötelezettségünk. Az egyik eset az, amit ugye rajzoltam nektek, hogyha 1200 méter fölé megyünk, nekünk nem kell rádió, mi repülhetjük a távunkat, de csak akkor, hogyha a repülés tájékoztatót tájékoztattuk arról, hogy most a Szársomjóról 40-en vagyunk siklóernyősök, én mind a 40 ember megjött a telefon, akkor neked Fishnek ne kelljen 40-szer fölvenned a telefont, föl fogunk szállni 1:30-kor, az lesz az első felszállás, és elindulunk, és Komáromig fogunk repülni, átrepüljük az országot, ezen a vonalon
teljesen sztohasztikus, véletlenszerű, hogy éppen ki hol fog tartani, de az utolsó erdő az napnyugta előtt egy perccel lesz a Földön, tehát ezt a vonalat úgy kell kezelni, hogy így zsezsegni fognak a sikránisok. És nagyon szépen meg fogja köszönni a Fitz, mert ő tudja azt, hogy innentől kezdve, ha egy repülőgép repülési tervet nyújt be, ő már ezt a plusz információt neki megadhatja. Igen, de úgy repüljél be majd ott a felhőbe, mikor átérsz az IFR-re, hogy ott sikránisok zsezsegnek, és ha kijössz a felhőből is valamiket elkapod, te leszel a felelős, mert neked kell elkerülni a hajtómű nélküli, mert hogy te hajtóműves vagy, és innentől kezdve már tényleg megvalósul a biztonság. A másik eset, amikor a repülés tájékoztató tájékoztatást vár el, kér tőlünk, erre van is főkülönte intézkedése a szövetségben, az az, hogy amikor például egy pályán, egy területen csörlést hajtunk végre, és itt megy a kicsi autó, és a láthatatlan kötél végén ott van akár 800-1000 méter magasan a siklóernyős, és ott közötte van egy madzag. Csak azt a repülő nem látja. És ugyanúgy, hogy nekünk nem kötelezettségünk 1200 méter alatt tájékoztatást kérni adni sem, rádiókapcsolatot sem kell fenntartanunk, és még transponder sem kell, ugyanúgy a Cessnának sem köteles ez, hogy legyen. Tehát ő is csak úgy felszállott, azt repülhet, és majd ő néz az ablakon, majd ő repül VFR mandatot írva, VFR szerint, ugye látható szabály szerint. Igen ám, csak hogy a köteleten fogja látni, láttátok talán a filmet, a csörölt pilóta szempontjából nyajdatott, meg kapálozott a lábával, és szerintem egy méter vagy két méter volt a csörölt ötélem a repülőgép szárnya között, hogy a repülőgép elment alatta. Ja, az a Svédországon készült fel? Szerintem az itt készült. Hol készült az? Ott te mindent tudsz. Nem tudjátok, hogy hol készült az a film? De láttad te is a filmet, amikor elment. Én nekem az olyan kalocsának tűnt, mint a húzat. És azért is kalocsának, az kalocsa volt szerintem is. Akkor kalocsa volt. Mert volt egy svéd, ilyen svéd videó is, hogy egy repülő majdnem elvint a csávot. Szerintem a svédek is a kalocsait játszották. Üzen végét is be kell jelenteni a csörlésnél is, meg a csörlésnél, amikor én bejelentem, hogy ettől eddig, és én azt mondtam, hogy 5-kor abba fogjuk hagyni, akkor ő azt veszi. De hogyha azt mondom, hogy most elkezdjük, és majd valamikor abban vagyunk, mint tudom én mikor, van ugyanis egy elv a légtérhasználat szempontjából általános elv, és mindig az alap fogalmakhoz tartozik, van egy ilyen légtérgazdálkodó csoport. Ha van egy légtér, amit én igényeltem magamnak, és mondjuk azt mégsem használom, akkor azt nem, hogy illik, hanem nagyon illik. Majdnem, hogy kötelező jelenteni a Fitznek, hogy én ezt mégsem használom. Mondok egy példát, van egy szép nagy drónom, és én igényeltem a drónra egy légteret, mert erről fogunk később beszélni a légtér igényléseknél, és azzal a drónnal én, amit tudom én, azt a 5 km R5 km súrú körbe, én ott mit tudom én, mindent fölveszek és csinálok felvételeket. De a drónom elromlott most, és nem fogom ezt a légteret használni. De az igénylés le van adva, és oda senki nem mehet be, mert én ezt lefoglaltam, azt a légteret, miközben nem használom. Úgy illik, úgy kell, hogy akkor ő visszaadja és felszabadítja azt a légteret. Tehát a mi esetünkben is, hogyha én azt mondom, hogy csörlést végzek, és most elkezdem a csörlést, és 5-ig fog tartani, aztán 2-kor befejeztük be, mert mindenki elment, nincs csörlendő ember, akkor főleg figyel, mégiscsak befejeztük 2-kor, abba hagytuk, köszönjük szépen, tudjatok róla. Nem kell azon csodálkozni, hogyha egy új kolléga ül mondjuk a FIS a szolgálatban, és felhívod, és azt mondod, hogy csörölni szeretnék, és ezt most miért mondod nekem? Úgyis az őt szabályozó rendeletben, jogszabályban ez igazából nincs beleírva. Őnek, ami bele van írva, jogszabály, tehát ezt kell levenni. Veszek egy repülési tervet, vettem egy adatot, vettem egy igénylést, egy eseti légtervet, egy bármit, és szépen fölpakolgatom, hogy ki hol van. Azzal ő nem nagyon tud mit kezdeni, hogy egy csörlést bejelentek, csak valahova fölírja. De a rutinosabb kollégák pontosan tudják, hogy ezt pont a hangarkontroll szakemberei érték tőlük, ugyanis a hangarkontrollnak van egy elhivatottsága, egy missionje, egy missziója, ami arról szól, hogy ők alapvetően a repülésbiztonságért léteznek. És ezt ők komolyan is veszik, még akkor is, hogyha ez a mi oldalunkról nézve, azt mutatja, hogy baromi sok korlátozással jár ez a mi irányunkban. Nagyjából ennyit szerettem volna az alapfogalmakról mondani, illetve a továbbiakat, rövidítéseket, légtér megnevezéseket majd a légtereknél fogom elmondani. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen kérdésetek, ami nem volt világos, nem tiszta. Azt mondtam, hogy VFR szerinti repülés,
mindig úgy kell gondolni, hogy a látvarepülés szabályai úgy működnek, hogy az azonos kategóriai repülőeszközöknél jogkész szabály van, ezt ugye a múltkor a szabályismeretnél megbeszéltük, illetve ahol nem azonos a kategória, a hőlégballon mindenkitől elsőbbségadást kell, hogy kapjon, hiszen sodródik a levegővel, ő nem nagyon tud kitérni, a hajtóműves pedig a hajtómű nélkülinek kell, hogy elsőbbséget adjon, és innentől kezdve van még olyan hajtóműves kategória, amit viszont külön útvonalakat, léptereket kap, mint például a harci gépek vagy az utasgépek, ahol nem mehet be más, de azok nyilvánvalóan a légtérben működnek. És itt vezetném át akkor a kérdésről arra, hogy a légtér alapvetően két szabályra, két kategóriára oszlik, a világban mindenhol, mondja. Kérdésem az első rész az, nem lenne egyszerűbb az anyagi, vagy vizsga, vagy milyen okok miatt van az, hogy nem használom transponder. Egyre többször valahogy azt, hogy több helyre beengednének, több légteret használhatnánk, hogyha lenne valami. A transponder használat az kifejezetten, van, aki már használ transpondert és használ rádiót nálunk. Sok esetben a Hungarokontroll egy kicsit a jogszabálytól eltérően, aki nem használhat a rádiót, mert nincs neki fóniavizsgálja, nincs engedélyezett rádió, attól is elfogadja a rádió kapott információt, pusztán a repülés biztonság növelése érdekében. E transponder használatnak is megvannak a szabályai, a jogi előírásai, milyen módú transpondert lehet, milyen esetekben is, hol és kinek használni, azt hogy kell azonosítani, és abban a pillanatban, hogy te transpondert jogilag azonosítani akarsz a siklóernyővel, ott megállt az ész. A hatóság felteszi a kezét, hogy ezt nem tudja kezelni. Ők a transponder a repülőgépbe beépített eszköznek tekintik. Mondok egy példát a rádióra. A rádiót is a repülőgépbe beépített rádiónak, rádiókészüléknek tekintik, és ha kezemben egy hasábrádióval belerök a motoros sárkányba, és így belerakom az ölembe, akkor az egy beépített rádiónak minősül abban a pillanatban. És abban a pillanatban, hol a rádiókészülékre az engedély, hol az én fóni engedélyem. És nincs olyan, hogy azt mondom a rendőrnek, hogy ó, én ezért csak vételen vagyok, mert hallgatni szabad, csak beszélni nem. Tehát nem kell fóniavizsga, és csak vételen vagyok, úgyse hiszi el. Ha nekem rádió van, akkor úgyis beszélni fogok. Ez olyan, mint a filmben a pisztolyra. Van egy pisztoly a film, az el is fog sűrni. Tehát nyilván a rendőr ezt fogja gondolni. Márpedig a fóniázása meg az a nagyon fontos szabálya, hogy ne beszéljünk össze-vissza, meg félreérthetően. És ezért kell megtanulni az egyes jelentéseket, meg az egyes kifejezéseket, mert hogyha nem a szerint fóniázom, akkor azt fogja mondani a jeszre, hogy mit tudom én, vagy nem is tudom pontosan mit mondjak példaként, de félre fogja érteni, félre fogja hallani. Főleg volt egy ilyen, pedig az fóniázó pilóta volt, aki azt mondta, nem is tudom, valahol nyugati államokban volt, ez Magyarországon nem kérdődött elő, hogy egy repülőgép, és mondta, hogy lát a hajtóműve, és ezért azonnal kér leszállást. Mire azt mondta az irányító neki, hogy negatív, várakozzon a légtérbe. Mondta neki, hogy de leállt a hajtóműven, azonnali leszállást kérek, tisztítsák meg valami futóra. Ismételten negatív, várakozzon a légtérbe. Most képzeljétek, hogy mit értett az irányító, miközben ezt a végén azt mondta, hogy jó, akkor leszállok. És akkor kezdték el, hogy mi történik. Hát azt csak szállam is értem, hogy nem engedtem már. Nem működik a hajtómű, könyvődöm. Jó. Akkor jön a második kérdés, válaszoltam a kérdésedre. Ja, és a másik, hogy miért nem használunk, mert nekünk az OGN sokkal jobb lenne, mert az egy kicsebb, kevésbé sugárzó és olcsóbb eszköz. Egy időben elterjedt a transponderről, hogy azt a lábad közé teszed, akkor hónap után már megoldottak a gyerektartási problémáit. Érted, hogy én miről beszélt, még nem? Nem lesz. De drága, sokkal drágább maga a transponder. Most már lesznek az új elektronikai és lesznek olcsó transponderek is. Annak muszáj sugározni, mert az a radaron megjelenik. Az OGN-nek nem kell sugározni, mert ez egy kiradástechnikai eszköz, és ha vannak OGN adók, akkor meg lehet jelentetni az OGN-nek a jelét, és az mutatja, hogy merre megyek. Hát utoljára rendetetésére használt az OGN-nek az volt, hogy kínálnak a repülőtéren, és azt mondja az egyik pilóta feleség, hogy látom, így a mobiltelefonján, látom a Józsi 12 kilométerre van innen, most fordul, indul haza. Mondd meg, onnan látom. Hát a mobiltelefon, az applikációt fölrakta az OGN-nek, fölment a honlapjára, letöltötte, megnézte az urának a repülőgép OGN adónak az azonosítóját, és ő látja, hogy a férje éppen merre repül, aha, most már föltettem a bableves, mert mire leszállt, melegen szereti. Tehát ez nagyon jó felhasználás. És nem fogadja a Hungarokontroll, mert ez nem egy kellőképpen tesztelt rendszer.
De a legutóbbi előadáson azt is elmondták neki, hogy mobiltelefon applikációra 10-valány éves kutatómunkával egy magyar szoftveres ott dolgozik a Hungarokontrollnál, ahol tudom, megoldotta már, hogy nem kell transponder, mert a mobil applikáció működik. Hát az összes rádió meg transzpondergyár szerintem egyszer csak hirtelen elfogyott egy lábbalul az embert. Hát azért a világ összes repülőgépén a kötelezően használt összes transzpondert most hirtelen ki kéne dobni, hány cég menne tönkre. Jó, akkor légtér. Második kérdéskör, tehát a légtér, hogy vannak úgynevezett ellenőrzött légterek, ami azért ellenőrzött légtér, mert ott a FIC, a légiforgalmi irányító szolgálat, vagyis a FIS inkább, a Flight Information Service, az kontroll alatt tartja a ott repülő repülőgépeket, vagyis tudja, hogy hol van, mert van másodlagos válaszjeladója, és tud neki utasítást vagy információt adni, és a pilóta azt az utasítást majd vagy betartja, vagy nem. Alapvetően az ellenőrzött légtér az úgy néz ki, hogy Magyarországon, ugye ez mi ez? AMS-el. Mi az AMS-el? Vagyis magyarul a közepes tengerszint. Mint szílevel, a közepes tengerszint fölött, above, 2900 méterig, a fölött, vagy 2900 méter fölött, a teljes magyar légtér ellenőrzött légtérnek minősül. Na, de hát nem mondja, megurigáltam, amikor én tudom, mert a vitorázó repülő éppen bejelentett, hogy 6000 métert emelkedett. Hogy tudott 6000 métert emelkedni, ha az ellenőrzött légtér 2900 méterig van, és ott az utasgépek rohangásznak össze-vissza? Hát úgy, hogy delegáltatott magának fölfele egy dobozt, egy úgynevezett eseti légteret, és akkor ezt kivonták, és ez nem ellenőrzött légtéré vált. Arra az időre, ameddig, ezt elmeséltenek, ez egy mali pilóta volt, Magolya Bece neve, és elmesélte annak idején, hogy úgy repülte a vitorlázó repülőgéppel, azt hiszem a 5800 valahány méteres nyert magasság magyar rekordot, hogy Dunakeszi fölött, pedig ott az érnek lefel a gépen, mert közel van a Ferihegyhez, és nem 2900-on van a Dunakeszinél a légtérnek az alsó határa, nem sokkal lejjebb, 250 vagy 600, nem tudom mennyi volt, de nem jött semmi, és akkor beszóltak az irányításnak, hogy akkor ellenőrzött légtér indul, Bagoly fogta magát, hogy zivatar felhő jobbrába elindult fölfelé, és tekert fölfele, szívta fel a zivatar, tekert fölfele, meg volt a magyar rekord, mondta, hogy gyerekek, még a 6000-et még hadd repüljem ki, és mondták, hogy nem, mert jön a brüsszeli gép, úgyhogy szálljál le. Úgyhogy ki kellett szállni a buliból. Tehát mi volt a feltétele annak, hogy ebben a légtérben, ami egy úgynevezett nem előtt légtérként delegált légtér volt az előtt légtérben, volt egy kapcsolat, és bármikor ezt meg lehetett szüntetni. Nekünk, velünk az a baj, egyszer volt egy ilyen lehetőségünk, hogy álmos határunk fölött 1000 méter légteret fogunk kapni a 300 méter helyett a verseny céljaira, és akkor ment a tárgyalás, hogy hogy fog ez történni, egy ember egy rádióval, egy ilyen kis PME rádióval, mindenkinek van PME rádió, és akkor majd, és akkor kezdődik a verseny, és akkor repülünk. A vitorlázó repülők húzták keresztül a számításainkat, mert azt hiszem volt egy olyan rádiózás, hogy a vitorlázó repülő mondta, hogy most ott van, mint tudom én, 2000 méteren, és mondták neki, hogy jöjjön lejjebb, mert jön a utasgép, nem tudom, mi volt a probléma, és ez meg így mondta, hogy nem hallom pontosan az adásodat. Ja, hogy azt mondtad, hogy mehetek? Jó, akkor megyek. És ott maradt, és ezért ki kellett neki a utasgépnek kerülni, mert mindenféle probléma volt. Tehát valami ilyesmi volt az oka annak, hogy nekünk róla feltételezték azt, hogy lesz olyan siklóernyős a 30-ból vagy a 40-ből, aki amikor éppen tekeri a 3 métert fölfelé, és meghallja rádióni a gyerekek, mindenkinek lejjebb kell jönni 1000 métert, akkor annak hirtelen el fog romlani a rádiója, és ezt a kockázatot nem engedték meg. Mindenkinek legyen egy rádió a saját kapcsolattartás az irányítással, és az irányítástól ő neki az információ, oda-vissza információ nem működik, akkor az automatikus leszállási parancsot fog jelenteni. Úgyhogy innentől kezdve nálunk az elég ezen egy. Ilyen eseti légtereket, hogy így a 2010-től fölfele kihasítanak, még egy pár helyen az országban csinálnak, egykörnyősök a 4000 méteres tandemugrásaikra kapnak ilyen kibiztosított eseti légtereket. Jó, tehát ez az ellenőrzött légtérrel kapcsolatban, és nézzük meg azokat az ellenőrzött légtér fajtákat, amik még
ha tudjuk, hogy melyek és hogy vannak jelölve a térképen, akkor tudjuk, hogy a számunkra tiltott és tiltott is fog maradni. Tehát az első mindenképpen ez a 2900 méteres magasság. Ha lejjebb megyünk, akkor nem mindenütt szabad számunkra, nem mindenütt nem előzött számunkra a légtér. Mindjárt alulról kezdeném, hogy van olyan légtérfajta, ami ellenőrzött légtérfajta, és a földig ér, és erre az erre vagy CTR. Kontrollzónából adódóan, és a repülőgépek fel- és leszállására, vagy esetleg azon elég, vagy embetű, zárójelben, ez a military CTR, a katonai repülőterek közvetére van. Tehát ez a nagy gépek repülőterének a fel- és leszállására biztosított része. Menjetek oda a térképhez, és keressünk ilyen CTR-eket, hogy hol van. Melyik lehet a leginkább? A Ferihegynek ott a betonja, ugye az a két darab csík, az azt jelenti, hogy két darab beton a Ferihegy 1, meg Ferihegy 2 egymás mellé van leépítve, és az a kékre besatírozott uborkás üveg, az a Ferihegynek a CTR-je. Megkérdeztük, hogy a fel- és leszállt szélre akarják-e használni Dél-Pesten a lakótelepet, mert hiszen arra is be van satírozva ez az uborkás üveg, nézzétek be, és egészen elnyúlik majdnem a Dunáig, és hát majdnem, hogy a Margit szigetig mutat. Volt egy olyan időszak, amikor még a Dunán is átnyúlt. Ja, az az egész? Milyen az, hogy csak ez a kis fűző? Nem, az egész uborkás üveg. Itt ugyanis alapvetően arról van szó, hogy jön be a repülőgép, helyezkedik be a leszálláshoz, és amikor helyezkedik be a leszálláshoz, nem biztos, hogy le fog szállni. Például hosszút megy, és átstartol, vagy például rövidet megy, és valamit még ott rahizni kell, vagy megváltozik az időjárás. Hogy mondjuk, ez nagyon nagy marhaságot őz szalad át a pályán, és a látva irány azt mondja ott a toronyban a tornyos, hogy startoljon rá, mert nem szállt le, mert az őszet elkapja, akkor ott az a gép az ekkora sebességű érintkezésnél fel fog borulni, fölrobban, kigyulad, mit tudom én. Hát számtalan oka lehet még olyan is, amit nem tudok elképzelni. Múltkor például azt hiszem az volt, hogy drónok jelentek meg a radaron, és ezért kellett a Ferihegyi gépeket a levegőbe tartani, és akkor azon különböző irányba fognak kirepülni, egymást ne zavarják, meg a berepülő gépek is valami irányba fognak elmenni, ezért kell egy olyan légtér, egy várakozási légteret építeni, ami nem a földig ér, hanem ilyen lépcsőzetes formában megy fölfelé, és ennek az a neve, hogy terminál érje és TMR jelölése. Vagy a katonai, akkor militári terminál érje. Keresünk már katonai légtereket ezen a térképen. Kecskemét mindenképpen, Pápa mindenképpen. Ugye, és nézzétek meg, hogy ezeknek az egyik részben valamiféle poligon a CTR-jük, de ugyanakkor van ott ilyen kis kerek rész is. Van, amikor ezt lecsökkentik igen egy körre, mert a katonai légtereknek a működése szempontjából a hétvége az általában csak ügyeleti és nem szolgálatos jellegű dolog, tehát ha ügyeleti jellegben vannak, akkor nem használják a repülésre, csak akkor ott valamilyen komoly feladat van, és akkor egy nem tudom hány kilométeres ugorú kör az ott, ami az a kör, az igen, akkor az áll a Szombatvásárhelyi CTR-je. Egyébként pedig az a hosszú, az, ami lenyúlik egészen Dákáig, és fölnyúlik egészen majdnem, mit tudom én, mi van ott, Győr, Mérfőcsanak. Az talán nincs ott, Mérfőcsanak nem ott van. Az igen. Jó, és akkor egy Kecskemét. Kecskeméttel az a bajunk, hogy a nagyon nagy, ugye, most éppen nincs bajunk Kecskeméttel, éppen fő van szántva a beton, és nincs felszállás, mert éppen reparálják, és csinálnak rendes polgári felhasználású részt is rajta, de ettől függetlenül a Kecskeméttel az a baj, hogy nézzétek meg, a Ferihegynek a TMA-ja és a Kecskemétnek az MTMA-ja összeér, tehát nem tudok keresztül repülni rajta semmilyen irányba, már is egészen eddig lefogta az országot, ha csak alul át nem bújok a TMA részeken valahol. Nehéz ügy. Az a könnyebbség a FIC-hez, illetve a repülőtér irányításhoz képest a katonai légterek irányításával, hogy sok esetben a katonai légtérből a berepülést a katonák engedélyezik a saját felelősségükre, mert biztosak benne, hogy nem lesz forgalom. Nyilván nem fogják közé tenni, hiszen ha egy katonai repülőtérre közé tenni, hogy nem lesz forgalom, akkor már jött az ellenség, nem? De hogyha én azt mondom, hogy vagy 5-en vagy 10-en azt mondja, egy kis csapattal átrepülnénk, mert ott egy bajnokság van, mert egy rendezvény van, mert hadd menjünk, akkor ott az ott ügyelő, tudom a telefonszámot, hogy jó gyerekek, akkor menjetek, ettől eddig ezen a vonalon mehettek. Ott úgy repültünk át, úgy kaptunk engedélyt,
hogy a pályát 3 kilométernél, ha nem közelítjük meg jobban Kecskemét, akkor mehetünk le Kiskunfélegyháza felé. Úgyhogy meg is néztük a munkálatokat. Szólnak is katonai. Régen volt Taszár, hál' Istennek az már nincs, úgyhogy gyakorlatilag ez a három, ami katonai. És hát egyébként még CTR-nek tekinthető Debrecen, hiszen itt is van polgári légiforgalom, és Sármellék is időszakonként CTR-ként üzemelteti a repülőterét, ha jól tudom, és akkor az is ellenőrzött légtérnek minősül, és rajta lévő TMA is az sajnos ellenőrzött légtér, ami azt jelenti, hogy abban mi nem repülhetünk be. Nagyon nagy területet lefoglalnak az országból, hát itt is nézd meg ennek a szerencsétlen kis pápának, akkor a témája van, hogy lemegy a Bakonyig, és aztán fölmegy majdnem, hát a határig nem is, de nem tud máshol fölmenni, mert itt is vannak légterek. Van még két olyan TMA, amiről itt szeretnék beszélni. Delegálnak légteret, mint ahogy látjátok, hogy egyenes vonal, és akkor én cikcakos vonal, hát nem, ez is befejeződik valahogy itt fönt, csak azt a szlovákok delegálják nekünk. Mi viszont delegáljuk ezt a légteret Bécsnek, Svehátnak, a bécsi repülőtérnek, és delegáljuk ezt a légteret a kassai repülőtérnek. Igen, van egy pár problémánk ezzel. Nekem van egy kérdésem, hogy ugye igen. Ez itt egy, jó, hát ez ilyen halászati katonai, és akkor ugye szétvégén, hogyha nem működik, akkor itt a TMA sincs, vagy a TMA az marad? A TMA az megmarad, de ugyanakkor az, hogy nem működik, az nem igaz, csak kisebb lesz a CTR-je, az MCTR-je. Akkor a TMA az ugyanakban. A TMA az fönt van, mert attól, hogy hétvégén nincsenek gyakorlatok, meg nincsenek kiképzési feladatok, attól még azok a légterek ott élnek és léteznek, és a pápának a pápa fog diszponálni fölötte, de a pápa beengedhet téged. Annyira így van ez, hogy visszamegyek 2000-ig, 2000-ben még volt Kaposváron, Taszáron, volt még pedig egy NATO állomás volt, egy amerikai fennhatóság alatt lévő támaszpont volt, és az nagyon szigorú volt, és amikor mi magyar bajnokságot rendeztünk, akkor elmentünk és egyeztettünk a taszári bázisparancsnokkal, és mondtuk, hogy ha mi most már Pécspogányban volt, itt van lent a reptér, Pécspogányból volt a verseny szervezve, és légivontatásból, és mondtuk, hogy ha észak felé megyünk, akkor lehet, hogy pont arra felé tudna minket vinni a szél. És annyit mondta az amerikai, hogy az, hogy neki van egy ekkora TMA-ja, az őt nem érdekli. Ha erre fele fúj minket a szél, akkor majd ezt a felét fogja használni, ha erre fele fúj minket a szél, akkor majd ezt a felét fogja használni, egyeztessünk vele. És simán meg lehetett egyezni, de mondom, ez ugyanígy működik majd csak Kecskemétivel. Én a pápaiakkal még nem nagyon egyeztettem, a pápával az a baj, hogy ott is szintén NATO erők is vannak, és ott nem annyira könnyen egyeznek bele. A Kecskemét az mégiscsak a saját haderőnek, légierőnek a repülőtere, és azzal sokszor lehet sok minden engedményt kapni, meg megbeszélni. És akkor, hogyha ezt interneten megnézzük repülésről, akkor ott friss adatok vannak, ugye? Mire gondolsz friss? Hát például most azt mondtad, hogy ő nekik milyen repülési adataik vannak, az katonai titok, tehát azt az interneten nem fogod. Nem úgy, nem a napi légtér felhasználás, akkor a végén szó lesz róla, hogy a teljes komplet hogyan látod meg, hogy ez a rengeteg dolog, amiről itt beszélünk, az hogy fog neked a számodra emészhető megjelenni, mert már ez sem emészhető, hiszen már ez is borzalmas nagy. Minden esetre azt látni kell, hogy menjünk közel a Ferihegyhez, mert ez a legeklatánsabb iskola példája ennek, hogy tele van vonalakkal rajzolva, ezek úgynevezett TMA szektorok, amik minél távolabb kerülnek magától a betontól, ugye itt még földig ér, itt 600 méter, itt tovább megyek 750 méter, aztán 1150 vagy 1350, aztán 2150, és így megyünk szépen. Az 150-es végeknek az az oka, hogy ezek általában lábba vannak meghatározva, de mi méterbe gondolkodunk. De ha megnézitek, akkor a szélére rá van írva, a szektoroknak a szélére rá vannak írva a megfelelő számok. Ha azt akarjuk, hogy jobb többet lássunk, akkor megfordítjuk, mert direkt ezért ezzel a térképen a Ferihegynek a TMA-ját, azt így kínálították. Mert hagyjuk ki a térképet, vagy akkor hagyhatjuk. Szétszedhetem a térképet, de tönkretehetem. Jó. Tehát megint a borkás vér, csak most már jóval nagyobb, és itt sok mindent látunk. Ez a teljes TMA-nak a területe. Nem nagyon kell most ezt megjegyezni, mert januárban ez meg fog változni.
mert hogy a repülőgépeknek, az utasgépeknek a siklószáma annyira fejlődött, változott, jobb lett, érezhetően, érzékelhetően, hogy nem ebből a magasságból tud hajtóműnökűbe siklani, hanem sokkal alacsonyabb volt, tehát itt lejjebb fognak kerülni az érkezési, megközelítési légterek minden. Az. Az egy ilyen jobb légtűzőbe rendezés. Nem fogadták el semmilyen javaslatunkat. Épp holnap lesz a... Meséltek, hogy 250-es ott tudott liftezni a orosz gép. Az angolok is csodálkoztak. Öreg, le tudsz állni? Persze. Úgy ment lefelé, mint a golyó. Meg is haltak. Nem. Nem az általánosan. Jó, tehát azt kell ebből látni, hogy ahhoz, hogy én tudjam, hogy hol repületek és meddig repületek, nekem ebből az egészből az érdekel, hogy az adott szektornak az alsó határa hol van, mert az adott szektor itt megadott alsó határáig emelkedhetek. Tehát ha azon ideírva, hogy ezek a vonalak 600 AMS-e az értéke, akkor én 600 méterig emelkedhetek földrajzi, tehát a közepes tengerszint felett. Ha azon ideírva, hogy 750, itt a 750, és itt van a 3-as határhegy, és 450 határhegy teteje, akkor 300 métert emelkedhetek, mert akkor vagyok 750-en. Fölülről azt tudjátok, hogy az utasgépek úgy vannak szabályozva, hogy ők ezeket a vonalakat egy biztonságos elkülönítéssel közelítik meg. Tehát ha én hozzáérítem a fejem tetejét ez a vonalhoz, akkor még jó, ha 5 centit belóg a fejem, akkor már azt le is veszik. Mert akkor már a fejemet. Az már légtérsértésnek számít, ha te a TMA-ban akár csak 10 centit beemelkedtél. És azt hogy tudják megmondani, hogy egy 10 centit beemelkedtél? Hát a hivatal látszik, 50 méternél azért szólunk. Ja, jó. Érted? Tehát nem, úgy tekintjük, hogy annyi van és kész. És akkor ez megy szépen fölfelé, és aztán egyszer csak el fog érni a 2900 métert, és akkor a repülőgép felszállt, és akkor kiemelkedett és elrepült. Még a TMA-ról annyit kéne talán elmondani. Ugye a TMA, látjátok, hogy nem így csinálták meg a TMA-t, nem egy ferde vonal mentén, hanem szektorok vannak, és a szektoroknak a... Sokan azt gondolják, hogy hát most itt a repülőgép, hogyha itt jön, akkor így úgyse így fog jönni, tehát itt átmetszhetem ezt a szektort. Elvi kérdés, hogy a TMA-ba akkor sem mentünk be, hogyha biztonságban érezzük magunkat. Nagyon fontos tudni. Sok esetben repülőtereknél, vitorlázó repülőtereknél, különösen Dunakeszinél működik ez a dolog, úgynevezett koordinált légteret hoznak létre, tehát azt mondják, hogy eddig lehet emelkedni a repülőtér fölött, de hogyha működik a repülőtéren egy olyan szolgálat, ami kapcsolatot tart a FIS-sel, ez a szolgálat az összes repülőgépével kapcsolatot tart, akkor a szolgálatnak bejelentett összes repülőgépén megemelkedhet még mondjuk pluszba ennyit. És Dunakeszinél ez már pont elég az, hogy a vitorlázó gépek elinduljanak biztonsággal távra. Ez a kis koordinált légtér. De a koordinált légtérben csak azok az eszközök repülhetnek, akik rádiókapcsolatban vannak a reptéri koordinációval. Mert az meg rádiókapcsolatban és telefonösszekötetésben van magával a FIS-sel. És a FIS majd fogja mondani, hogy koordinált légtér megszűnt, minden repülőgép azonnal jöjjön onnan le és takarodjon onnan el. Jó, ezt kell nagyjából tudni a TMA-nak a részéről, tehát van ugye a 2900 méter, van ugye a CTR, van ugye a TMA, mint ellenőrzött légtér. Ezen kívül ellenőrzött légtérnek minősülnek azok a, ugye, és MCTR, MTM, azt talán nem jól, azok a részek és ellenőrzött légtérnek minősülnek, visszalapoznék a nagy térképhez. Hát nézzük meg például, ezt szeretjük, ugye ott van. Melyiket szeretjük? Ezt szeretjük. De hogy is, az ugye itt van egy társadó. Jó, nagyon tudjuk. Nagy Atlasz, nem a hátul van. Mi van rá? Ide van írva. Ez a Pécs, ez a Pécs. Ez Kaposvár. És ez mi ez a? LHD24GND3608. Jó, akkor nem erről beszélünk. Jó, maradjunk akkor az Egernél. Tehát ezt szeretjük, igaz? Erre mi van írva, keresjétek meg, mi van ide írva. LHT-LA 23. Mi az LH? Magyarország. Mi a TRA? Temporary Restricted Area. Időszakosan korlátozott légtér. Fordítjuk, az is TRA volt? Ez mi? LHT-LA 21, nem tudom, Kaposvár. Nem, Kaposvárnak nincs katonai légtere, itt csak ide mennek gyakorolni. Nézzük meg a túloldalát. Nézzétek meg ezeket a táblázatokat, amik itt vannak. Van egy olyan TRA táblázat.
A TRA táblázatban látjátok a TRA, az időszakos korlátozott légterek a megnevezését. Melyik az az? Látok itt valami TRA-t? Ott van. Na, akkor itt mit látunk ide írva mellé? Látunk mellére egy adott halmazt. Mindenképpen látjuk azt, hogy ez a TRA földigére, az a GND azt jelenteni. Ez volt a Eger körül. Akkor nézd meg Eger meg az a végot. 1200 méter. Igen. AMSL, GND. Tehát Grandtól, föld szintjétől 1200 méterig fog az működni az a terület. Oda járnak földi ilyen megközelítést, meg rácsapást csinálni Dippenek. Ezért nem tudunk Egerbe repülni, ha az a TRA működik. Tehát mikor én Egerbe elmegyek, ezek a TRA-k nem működnek ugyanúgy, mint a ugye katonák nem dolgoznak, nem háborúznak hétvégén. Hétvégén hazamennek, kimenőt kaptak, úgyhogy szombat-vasárnapban nincs bajunk, ünnepnapban nincs bajunk, de hétköznap elmész Egerbe, nagyon fontos tudnod, hogy ez a TRA működik-e. Már pénteken sem. Tele vagy pénteken sem. Telefon a Fishnek, egyik megoldás, vagy légtér felhasználás megtekintése, másik megoldás. Én mindig telefonálok. Hogy az